Készítik elő a húsvéti bárányokat eladásra. Nem zökkenőmentesen és az elmúlt években tapasztalható dömpinggel, de beindult a húsvéti bárányexport, főként az olasz és holland piacra. Olaszországban viszont pusztít a koronavírus járvány, ezért oda most alig tudják eladni az állataikat a tenyésztők. Vagy ha sikerül is nekik, akkor csak a tavalyi járnál jóval olcsóbban. A két szezon között akkor 1200 forint volt a 20-24-es kategória, és most, hogy itt már begyűrűzött ez a koronavírusos dolog, akkor is 1050 és 1100 környékén mozgott a 20-24-es báránynak a kilonkénti ára. A húsvéti szállításig szűk egy hét maradt. A tenyésztők nagy része reméli, hogy a megfelelő súlyt elérő bárányokat, különösen a kosbárányokat sikerül értékesíteniük, és legalább a tavalyi húsvéti árakat elérik. A szakértő szerint ráadásul az olaszországi kereslet nagyobb a 24 kg feletti pecsenyebárányok iránt, mint az ennél kisebb állatokra. Azonban a legtöbb hazai bárány súlya ettől még elmarad, ez is ronthatja a magyar tenyésztők pozícióját. A tenyésztők általában úgy ütemezik a termékenyítéseket, hogy pont a húsvéti időszakra legyen akkora bárányuk. Tehát ezt már tavaly úgy tervezték a termékenyítéseknél. Na most, hogyha a bárány ezen túlnő, akkor már sokkal csökkentett, tehát sokkal alacsonyabb áron tudják eladni kilónként a bárányt. Ez nem bárány, hanem már lehet, hogy csak birkahúsba. Tehát is sokkal kevesebb lesz az ára az élő állat kilójának. Tavaly 440 ezer bárányt exportált Magyarország az olasz piacra, mintegy 10%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban.